Szeretettel köszöntök mindenkit. Kródi Tamás vagyok, feleségemmel Zsófival együtt mi vagyunk a Lélekszava Podcast, a Szociális Testvérek Társasága által elindított podcast sorozatnak a házigazdái. Mai vendégünk Székely János, Szombathelyi megyés püspök. János, hogyha nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Szociális kérdésekről fogunk beszélni, meg tökéletes társadalomról, hogy létezik-e keresztény szemszögből tökéletes társadalom. Volt-e olyan társadalmi berendezkedés már a világon, amelyik talán jobban kedvezett a kereszténységnek, vagy el tudunk-e képzelni annál jobbat, mint ami most van? Keresztény szempontból van-e tökéletes társadalom? Karácsony előtt gyakran szoktam Szombathelynek, most, hogy ott élek, a legszegényebb családjait meglátogatni. És viszünk kis ajándékot, imádkozunk, éneklünk. És egyik ilyen látogatásom során olyan helyre mentünk be, ahol 4 kicsi gyerek nőtt föl. Az egész lakás gyakorlatilag egyetlen helység. Volt a falak penészesek. És nem volt fürdőszoba. Nem volt mellékhelység. Egy csap volt. És 4 kis magyar gyerek így nőtt föl. Annyira megrendített, hogy egy-két prédikációban ezt elmondtam. Jelentkezett, vagy 5-6 ember, hogy segítenek. És hála Istennek ebben a város is akkor partner volt. Egy önkormányzati lakást felújítottunk, és ilyesfajta módon tudtak ők oda beköltözni. Egy állami gondozásban fölnőtt anyuka, jó akaratú igyekszik, de hát ennyit tudott a gyermekeinek akkor adni. Fantasztikus boldogok, hogy minőségileg egyet léphettek. Rengeteg helyen szembesülünk azzal, hogy a társadalom nagyon nem tökéletes. Nagyon messze vagyunk tőle. Jelenleg is a Földünkön évente kb. 9 millióan halnak éhen. Annak ellenére, hogy a Földön élelem rengeteg van. Gazdag országokban van olyan hely, ahol kb. Az 1/3-át kidobják. Kb. 6 másodpercenként a Földön egy gyermek éhen hal. A Földünk rettenetesen igazságtalan. Van ilyen hasonlat, talán sokan ismerjük a pezsgős pohár, a jövedelmi pezsgős pohár, hogy mennyi jut a Föld lakossága különböző rétegeinek. Döbbenetes látni ezt a pezsgős poharat. A legaljának, az alsó 40%-nak szinte semmi. Az annyira keskeny ott a pezsgős pohár, hogy szinte elvész. És a legteteje, a legfőse 1-2% döbbenetesen tágul ki. Becslések szerint a Föld leggazdagabb 6 emberének annyi magántulajdon vagyona van, mint a Föld lakossága szegényebbik felének összesen. A Földünk döbbenetesen igazságtalan. A gazdasági problémáinknak egy nagyon nagy része egész egyszerűen innen ered. Kevés helyen van a tőke, és kevés helyre megy a haszon. Amerikában volt egy ilyen fölmérés, a II. Világháború óta figyelték azt, hogy a jövedelem növekmény, vagyis ahogyan a reál bérek emelkednek, vagy jövedelmek, hogyan oszlott meg. És azt látták, hogy a világháború utáni években a leggazdagabb, a legnagyobb jövedelmű 10%-nak ment, a jövedelem növekmény kb. 20%-a. A szegényebbi 90%-nak kb. 80% jutott a növekményből. Ez még úgy, ahogy azt mondom, elfogadható. Ez se igazságos. Manapság eljutottunk oda, hogy a leggazdagabb, legmagasabb jövedelmű 10%-nak jut jóval több, mint 100% a növekményből. És a szegényebbi 90%-nak már csökken a reál jövedelme. A gazdag mindent visz. Ez a jövedelem különbség és a jóléti különbség a Földünkön egyre jobban nő. Nem csökken. Minek de hogy jutottunk ide tényleg? Tehát ez elképesztő. Azt talán hadd tegyem azért hozzá, hogy fejlődés is van. És ezt se felejtsük el. Ha mondjuk elképzeljük azt, hogy az ókorban hogy éltek rabszolgáknak 100 000-ei, vagy akár a középkorban jobbágyok,
Vagy ha gondolunk arra, hogy manapság egy egyszerű embernek, mondjuk, mint mi, a hétköznapi körülményei, lakás, fűtés, egészségügyi ellátás, étkezés általában sokkal jobb, mint mondjuk egy középkori királynak. Tehát sokat fejlődtünk, de azért nem nyújtózkodhatunk ki, hogy minden rendjén van. A kereszténység úgy gondolja, hogy az egyik fő probléma, amivel most a világon küzdünk, vagy hát amin módosítani, javítani kellene, az a magántulajdon fogalma és a magántulajdonnak a nagyon aránytalan eloszlása. A kereszténységnek az a meggyőződése, hogy a magántulajdon önmagában jó. Benne van a 10 parancsolatban is, hogy ne lopj. Miért jó? Mert védi az egyén szabadságát. Azt a kicsi területet, ahol mondjuk egy család maga kertjében, házában tudja a maga életét élni. És ez gyökeresen elveszik, mint a kommunizmus alatt ez történt, hogy minden legyen közös, akkor ezzel az egyénnek a szabadságát, életterét, kibontakozási lehetőségét megcsonkítják, megnyomorítják. Tehát az emberségünkben csökkenünk, ha magántulajdont teljesen elveszik az emberektől. Ugyanakkor a kereszténység mindig is úgy gondolta, hogy a magántulajdonhoz való jog az nem egy mindenek fölötti jog, hanem van egy sokkal erősebb jog ennél, a minden embernek emberhez méltó megélhetéshez való joga. A Földet a Teremtő Isten mindenkinek szánta. Nem csak Rothschildnek, Rockefellernek, Bill Gatesnek és a dúsgazdagoknak, mindenkinek. Ennek a Földnek nem vagyunk végső birtokosai. Mi csak használjuk. Egy rövid ideig, amíg itt élünk, vagyunk, kezelők vagyunk. És felelősek azért, hogy hogyan kezeljük, akár a következő nemzedékeknek, hogy egy élhető bolygót hagyunk el. Tehát a magántulajdonhoz való jog nem mindenek fölötti. És a kereszténység azt gondolja, ez talán egy óriási kihívás is jelenleg közgazdászok, jogászok számára, hogy ezt valahogyan át kellene ültetni jogszabályokba és gazdasági rendszerbe, tehát egy teljesen új gazdasági rendszert megálmodni. Az emberiség egy-két ilyen nagy lépést már tett. Például az öröklődő hatalmat a királyi családoktól nagyon helyesen elvették. És kialakult egy kicsit emberibb társadalom szerveződés, ahol mindenki valamennyire beleszólhat a maga életét érintő kérdésekbe. Nem tökéletes államforma a demokrácia, de egy fokkal talán emberhez méltóbb, mint a diktatúrák meg az egyeduralmi rendszerek. Hasonló módon vette el az emberiség nagyon sok helyen az óriás birtokokat. Konkvisztádoroktól, a hatalmas birtokoknak a tulajdonosaitól, nagyon helyesen, hogy legyen megélhetése az ott élő egyszerű embereknek is. Valami hasonló módon kellene a magántulajdonnal is eljárni. Tehát bátran ehhez hozzá kellene nyúlni. Nyilván ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ahhoz szükség lenne valamifajta világtekintélyre, aminek teljesen másképp kellene működnie, mint a jelenlegi ENSZ. A jelenlegi ENSZ-ben a katonai nagyhatalmak dominálnak, a fegyver és az erő. Az aprócska Angliának, Franciaországnak vétójoga van. Kontinensnyi országoknak, mint mondjuk India, nincs. Ha az ENSZ-ben igazságos módon lakosság arányban szavaznának az országok, két nap alatt megváltozna a világrend, a teljes arculata. De azt mondod, hogy akkor igazságosabb döntések születnének? Vagy jobban? Tehát honnan attól, hogy... Más érdekek kerülnének előtérbe. Tehát most ugye ezek az országoknak vétójoguk van, meg nagyobb súlya vannak benne, ők nyilván a saját érdekeiket képviselik. Más érdekek kerülnének elő. És akkor az biztos, hogy jobb lenne? Hát, tehát a garantáltan meghozna a... Ha abban a demokráciában gondolkodunk, akkor talán egy fokkal igazságos. Egy óriási veszélye nyilván. Tehát amikor ezt mondjuk, hogy világtekintélynek, van egy óriás veszélye.
hogy ráül az emberiségre. Nagyon fontos lenne ennek a jogkörét, meg a mozgásterét nagyon jól behatárolni. És meghagyni nyilván minden nemzetnek a maga önállóságát, a szabad döntését. Az ENSZ-nek, vagy hát ennek a világtekintélynek nem ideológiai döntéseket kéne meghozni, ahogy most teszik. Abszolút nem, hanem ténylegesen olyan szintű döntéseket, amiket egy-egy állam a maga keretei között nem tud kezelni. Gondolok itt a világkereskedelemre. Tehát annak a szabályait, árait meghatározni, a játékszabályokat. Mert jelenleg az erősebb, ennek a jogai érvényesülnek, vagy az érdekei. Akkor nemzetek közötti konfliktusok, akár határkonfliktus. Ebben szintén a nemzetközi közösségnek kellene, azt gondolom, dönteni. Talán az emberiség lehet, hogy egy kicsit utopisztikus, de lehet, hogy eljutunk egyszer odáig, hogy nem lesz többet háború. Hogy rádöbbenünk, hogy ez embertelen, szörnyű. Ide többet nem süllyedünk vissza. Viszont nemzetek közötti konfliktusok nyilván lesznek és vannak. Gondolok mondjuk a kurdokra. Hatalmas nagy nép. Joga lenne ahhoz, hogy a nyelvét, a kultúráját megélhesse. És az emberiségnek biztosítania kellene. Egyetlen puskalövés nélkül is kellene, hogy erre utat találjunk, hogy valahogyan ez a joguk érvényesülhessen. És hát a világtekintélynek lenne a dolga a teremtésvédelem, ami szintén nemzetek fölötti ügy, és hát legesleginkább a magántulajdonoknak a kordában tartása. Mert azt egy-egy ország nem tudja megoldani. A multicégeknek, meg a offshore birodalmaknak a világát egy-egy ország nem képes semmi módon szabályozni. Vagyis szükség lenne földméretű vagyonadókra, korlátokra, vagy akár egy olyan típusú jövedelem adóra a leggazdagabbok jövedelméből, amivel a föld legszegényebbjeit támogatjuk. De ez olyan érdekes, hogy azért a Bibliában, az Ószövetségben ott azt látjuk, hogy egyrészt az, hogy háborúk mindig voltak, és szinte Istenre fogják azt, hogy na hát ő aztán itten kiirtotta a népeket, meg mindent, hogy helyet csináljon a választott népnek. A másik az, hogy ott azért annyira szépen meg ez a szabbát év, hogy igen, hogy aztán mindig, hogy 7 évente, meg 50 évente, hogy ennek volt egy ilyen ritmusa, és valahogy benne volt írva, és hogy Jézus sem azt mondta, hogy na hát én most egy új világrendet hozok nektek, hanem mindig tehát az ő tanításában mindig az van, hogy szegények mindig lesznek köztetek, hogy vajon lesz-e még hit a világon, tehát hogy van-e olyan világrend, amikor újra eljövök hozzátok. Tehát ő valahogy ebből a szempontból nem tűnt optimistának, hogy ilyen megvalósulhat, vagy lesz ilyen, vagy hogy tényleg ez lenne a célja, hanem mindig azt mondja, hogy neked nem a világot, hanem magadat és a fele barátod fele kell nyilvánulnod, hogy mi, tényleg mi a mi dolgunk, tehát hogy egyházként te most eléggé képviseled ezt, hogy az egyháznak mi a dolga, a hívő embereknek mi a dolga, mi a kötelessége ezekben a helyzetben. Igen, ez engem is mindig megüti a fülemet ez, hogy a szegények mindig lesznek köztetek, és ugye amikor arról beszélt János atya, hogy 9 millió ember hal évente éhen, akkor itt objektív szegénységről van szó, tehát itt nem relatívról, hogy tudom én a társam általános szintjéhez képest vannak, akik alatta élnek, és vannak, akik fölötte élnek, tehát nem relatív szegénységről van szó, hanem teljesen objektívról. És hogy vajon ez felszámolható-e? Ugye tulajdonképpen erről beszélünk, hogy akkor hogy értette ezt Jézus, hogy szegények mindig lesznek közöttetek? Én egy kicsikét hadd árnyaljam itt a képünket, akár a Bibliáról. A Bibliában van rengeteg erőszak. De az fontos világosan látni, hogy a Biblia egyszerre emberi és egyszerre isteni mű. És az emberi szerző az nem egyszerűen egy toll, vagy egy szócső. Isten az embernek a szabad akaratát, értelmét soha nem kapcsolta ki, nem vette el. A kegyelem a természetesre épít. És a szent szerzők teljesen benne vannak
a műveikben, amit alkotnak. És az ókor egy erőszakkal teli világ volt. Háborúkkal teli, rabszolgasággal, többnehézséggel, szörnyiséggel, kínzásokkal. Ebben a világban jelenik meg az isteni szó. És kezdetben ebből a szóból nagyon keveset értenek. Ábrahám, Izsák, Jákob és a többiek is valami kicsit megértenek, de még nem sokat. És a Bibliában is ezt így kell látnunk, hogy keveredik az isteni és az emberi. Vagyis az, hogy mondjuk Józsué könyvébe olvassuk, hogy írtsatok ki mindenkit az ígéret földjéről, asszonyokat, gyerekeket, még a fákat is vágjátok ki, ez nyilván nem Istentől jön. Azt tudom, Isten... hogy sokaknak ilyen probléma, tehát az egész Ószövetség elfogadásában is. Tehát ő soha nem parancsolta senkinek, hogy gyilkoljon. Ő az élet ura. Ő azt akarja, hogy életünk legyen és bőségben legyen, ahogy Jézus mondja. Ő meghal értünk, nem öl meg senkit. Péternek azt mondja, hogy tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Azt mondja, hogy aki megüti a jobb arcodat, tartsd a másikat is. Ne szállj szembe a gonosszal. Tehát lassan tisztul a Biblia. És fontos ezt Jézusból nézni. Az isteni kinyilatkoztatás benne tisztul föl egészen. Benne válik kristálytisztává. És itt a kereszténység képes volt megtisztulni az erőszaktól lassanként. Sok-sok száz év kellett ehhez, amíg ezt jobban értettük. Egyébként az iszlámnak az egyik nagyon nagy problémája, az pontosan az, hogy a Korán is tele van erőszakkal, lehetne azt mondani, hogy ez hasonló a Bibliához. De van benne egy nagy különbség. Mégpedig az, hogy a Biblia szíve, Jézus, kristálytiszta, tökéletes. És ebből a szívből mi tudtuk a kicsit távolabb levő ószövetség és egyéb dolgokat megtisztítani. Kicsit újra gondolni. Az iszlám esetében óriási probléma, hogy a szíve, Mohamed élete, a háborúja, a kivégzések, a kislány, akit feleségül vett, aki még 10 éves sem volt, a rengeteg erőszak, ami az ő életéhez, meg a kezéhez tapad, nagyon nehéz ezt valahogyan racionalizálni, meg megtisztítani, mert a szívében van. Tehát egy nagyon nagy különbség, sokkal nehezebb, az iszlám vallás számára ezt a munkát elvégezni, hogy kimondja, hogy a Koránnak mondjuk ez a verse, ez nem megvalósítandó, mert valamilyen módon ez egy véges, gyarló emberi mondat. Visszatérve, tehát van a Bibliában erőszak, de van egy nagy megtisztulás. Egy második gondolatom, az Ószövetségnek az egyik legfontosabb eseménye az egyiptomi szabadulás. Ott rabszolgák az Isten népe, a zsidó nép, és Isten úgy jelenik meg, mint szabadító. Vagyis, mint a történelemben egy fantasztikusan pozitív, forradalmi erő, aki a fáraó rabigájából megszabadítja a népét, mert egy igazságosabb világot akar, ahol nincsenek rabszolgák. A Biblia ezt le is írja. Tehát megszületnek lassanként és töredékesen törvények, amik tiltják a rabszolgaságot. A zsidó rabszolgát minden 7. évben el kell engedni. És a Leviták könyvében, már azt is olvassuk, ez egy nagyon késői része a Mózes 5 könyve hagyományainak, hogy ne legyenek a körötökben egyáltalán rabszolgák. Mert ti is rabszolgák voltatok Egyiptomban, de az Úristen kiszabadított. Tehát nem csak egy lelki országot hoz az Úristen, és hát még inkább ezt látjuk Jézusnál. Jézus meghirdeti a 8 boldogságot. Néha félre is értjük talán ezt az üzenetet. Sokan így értik, hogy nyugodjatok meg szegények, majd odaállt nektek is jó lesz. Nem baj, ha most éheztek, majd odaállt jól laktok. Jó ez a világ így, ahogy van. Legyenek a gazdagok, csak pöfeszkedjenek, ti meg csak tűrjetek. Erről szokták azt mondani, hogy ez a gazdagok a saját legitimációjukra használják fel, vagy azért iratták. Mit akar Jézus mondani a 8 boldogsággal? Miért boldog az, aki sír, aki éhezik,
Jézus azt mondja, boldog vagytok ti szegények, a lukácsi változata a nyolc boldogságnak valószínűleg azt tükrözi a jobban a legeredetibb megfogalmazást. Ott nem a lelki szegényekről van szó, hanem szegényekről, nem az igazságra éhezőkről, hanem az éhezőkről. Miért mondja Jézus, hogy boldog, aki szegény? Azt mondja, mert övék, vagy tiétek, az Isten királysága. Isten királysága valami olyasmi, ami boldoggá teszi a szegényt, ami enni ad az éhezőnek. Az éhező nem azért boldog, mert éhezik, hanem mert jól lakik. A sírva azért boldog, mert vigasztalást talál. Mit jelent ez, hogy Isten királysága, vagy Isten országa? Ezt is nagyon-nagyon félreértjük. Sokan azt gondolják, hogy ez a mennyország, mennyek országa. És valóban az evangéliumban néha ilyen fajta megfogalmazásban is halljuk, hogy mennyek országa, tiétek a mennyek országa. Jézus korában az Isten nevét tiszteletből nem mondták ki, hanem helyette más szavakat használtak, leggyakrabban ezt, hogy ég vagy mennyek. Magyarul is így mondjuk, hogy az ég akarata. Vagyis mennyek országa egész egyszerűen ezt jelenti, hogy Isten országa. Nem csak a halál utáni világot jelenti, és nem is elsősorban az. Azt is, a beteljesedést is, de alapvetően Isten országa valami jelen való dolog. Én azt mondanám, hogy így lehet meghatározni az a hely és az a pillanat, ahol Isten király. Az a család, az az emberi szív, az a társadalom, ahol ő király. Az történik, amit ő akar. Végre nem csak a mennyben, hanem itt a földön is, ahogy imádkozunk, jöjjön el a te királyságod. Legyen meg a te akaratod, végre nem csak a mennyben, ahol az angyalok, a szentek tökéletesen Isten szeretetében élnek, hanem itt a földön is. De ezt hogy tudjuk megkülönböztetni azt, hogy például van a nyomornak olyan foka, amikor már a reménytelenség, a kétségbeesés, az átkozódás, tehát hogy amikor nem azt látjuk, hogy az Isten országa jön nem, el, meg hogy tényleg, hogy mi az, ami nyitottá tesz engem. Nem viselt szegénység, hanem a nyomorító nyomor. Igen, aminek... És a szegénységnek miért ilyen direkt az összefüggés, hogy a szegénység az közelebb visz ehhez az Isten országához? Nem azt mondja Jézus, hogy az Isten azt akar, hogy mindenki sírjon. Mindenki éhezzen, mindenki szegény legyen. A síró nem azért boldog, mert sír, hanem mert megvigasztalják. Vagyis ez nem a szegénység fölmagasztalása. Jézus nem azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy szegények vagytok, éheztek és sírtok, hanem azt mondja, hogy Isten országa eljött, itt van, alakul, ez egy olyas valami dolog, ami kenyeret ad az éhezőnek. Vigasztalja a sírót, egy új világot hirdet meg, a szeretet országát. És ez nem csak egy lelki valóság. Jézus nem másodhegedűsnek jött. Nem csak az Istennel való kapcsolatunkat akarja átformálni, mert az ember lényegileg társas lény. Tehát csak akkor tudunk megújulni, ha a kapcsolataink is megújulnak. A család, a szülő-gyerek kapcsolat, a kapcsolatom a pénzemhez, a másik emberhez, országok egymás között. Vagyis a nyolc boldogságnak van egy forradalmi, társadalmat átalakító üzenete. És hát nagyon sok helyen ezt látjuk az evangéliumban. Azt mondja Jézus a farizeusoknak, akik nagyon alaposan tisztogatták az edényeket, hogy adjátok oda, ami benne van. Adjátok oda a rászorulóknak, és akkor tiszta lesz. Vagy azt mondja a gazdag ifjúnak, oszd szét a szegényeknek. Azt mondja, a világurai hatalmaskodnak, köztetek ne így legyen. Tehát ezek nem csak lelki dolgok. Ez egy új világ. És az első keresztények ezt értették is. Kereszténynek lenni nem csak annyit jelentett, hogy járok templomba. Ókorban mindenki járt templomba, és mindenki hitt. Tehát a nagy különbség nem ez volt, hanem egy új világ született körülöttük. Nagyon sokan a vagyonukat beadták közösbe. Nem volt a körükben szegény. Ezzel dicsekszeni. Az első 300 év apologétái, akik védik a kereszténységet, nagyon gyakran dicsekszenek, hogy körünkben nincsenek szegények. Aztán nem vállaltak katonai szolgálatot nagyon sokáig. Azt mondta a kereszténység, hogy a Római Birodalom háborúi
nem a mieink. Aki önként katonának állt, az kizárták. Aki katona volt, mivel hogy a romai hadseregből nagyon nehéz volt kilépni, és igen gyakran ki is végezték, aki elszökött, ezért ő lehetett keresztény, de amennyire lehet, meg kellett próbálni onnan kereket oldania. Ez csak a konstantini fordulat után egy ilyen 50-100 évvel kezd átalakulni, és lassanként az ellenkezője alakul ki, hogy csak keresztény lehet katona. Nagy Teodózius alatt ez a törvény lép életbe, hogy a teljes római hadsereg csak keresztényekből és állhat. Ezt hogy magyarázzák ezt a fordulatot, hogy hogy addig az volt az norma, hogy nem megyünk katonának, most meg az a norma, hogy az megy katonának, ez, aki kereszt. Ez csak egy hatótechnikai kérdés volt? Vagy azért emögött van valami erkölcsi hozzáállás? A kereszténység úgy indul, ezt szokták így mondani, hogy kontraszt társadalom. Uh-huh. Tehát megvalósul valami másfajta életstílus, például a rabszolgaság terén. A római birodalomban tilos volt, érvénytelen volt szabad embernek rabszolgával összeházasodni. Keresztények között rengeteg ilyen házasság kötődik. Abszolút érvényesnek tartották. Sok pápa rabszolga volt, mint Szent Kallixtusz. Tehát pont olyan embernek tartották, mint bárki mást. Nyilván pápának lenni az első 300 évben egy életveszélyes foglalkozás volt, mert szinte mind vértanú lett. Szóval nem csak annyit akarom mondani, hogy ez egy radikális társadalmi változás, tehát itt ez egy nagyon-nagyon új gondolat. Amit... Igen, csak pontosan, hogy jut el onnan, hogy tett hüvelyébe kard, és aki kardot fog, kardát elvészel, hogy jut el odáig, hogy igenis az a kötelességünk, hogy kardot fogjunk. Igen, még hadd egészítsen, hogy lássuk ezt a teljes képet, hogy a kereszténység nagyon sok téren döbbenetes társadalmi újításokat indított el. Például zsidók és keresztények. Nagyon sokáig pogány és keresztény az két külön világ volt. Óriási falak a kettő között, mert a zsidóság úgy tekintette, hogy a pogány étele tisztátalan, nem lehet. Tehát egy közös étkezés elképzelhetetlen volt. Bemenni a házába tilos volt. Vele összeházasodni az leginkább, az maga a szörnyűség, a botrány. Kitaszították. Keresztények között ezek a kb. 500 éve már álló falak, zsidó-keresztény és pogány-keresztény között ledőltek. Tehát egy új világ született. Egy kontraszt társadalom. Meg akarta mutatni a világnak, hogy így is lehetne élni. És hát ennek egy része volt ez a katonai szolgálattól való távolságfölvétel, vagy ennek sok esetben a megtagadása. És a konstantini fordulattal ez a kontraszt társadalom, ami só volt, világosság, kovász, ez hirtelen az egész társadalom lett. Tehát lassanként Konstantin még nem államvallássá tette a kereszténységet, ezt sokan félreértik, vagy tévesen tudják, engedélyezett vallássá tette, religio licita, vagyis megszűntek az üldözések, de nagyon hamar aztán majdhogy nem államvallássá lett a kereszténység előnyé, pozícióvá hatalmi helyzetbe került az egyház, és egy kicsit összeolvadt a világ és az egyház. És akkor a kereszténység lett az állam, meg a hadsereg, meg az oktatás, meg a gazdasági élet, meg minden. Tehát ez a nagy változás következett be. És hát nyilván ennek egy ellenhatása a kolostorok, ahol tovább él ez a kontraszt társadalom, ahol béke van, segítik a szegényt, gyógyítják a beteget. Például, de itt ahogyan az őskeresztények éltek, abból le lehet vonni valami következtetést arra, hogy milyen lehetne egy tökéletes társadalom. Tehát ebben, vagy mondjuk, hogy Krisztus sokszor beszél, ugye mi is beszéltünk arról, hogy ő király, és mennyi királyság. Tehát ez is esetleg egy utalás arra, hogy milyen egy tökéletes társadalom, hogyan valósulhatna ez meg. És nyilván ezzel egyetértek, és a kereszténység is mindig így gondolja, hogy az ember bűnös. Gyarló, véges. Tehát a történelemben itt a Földön teljesen tökéletes társadalom nem lesz soha. De az azért feladatunk, hogy amennyire lehet, próbáljuk a földi valóságokat is javítani, emberségessé tenni. És ebben van ötlete a kereszténységnek, hogy ezt hogy is lehet
lehetne megtenni. Az egyiket itt fölvillantottam magántulajdon kapcsán. Hadd mondjak még egy-két ilyen alapgondolatot. A kereszténység azt mondja, hogy a gazdasági életnek a fő célja nem a haszon, nem a pénz, nem a GDP növelés. Ez a fajta szemlélet, ami azt mondja, hogy a haszon a cél, ez igazából a nagy tőkének az érdeke, mert a haszon nagy része oda megy. A GDP az a pénzpörgésének a sebessége, minél jobban pörög, annál több haszon megy a nagy tőkéhez. Tehát megint csak az alapérdek, itt megint csak a dúsgazdagoknak az érdeke. A kereszténység azt mondja, hogy a gazdasági élet célja az ember. Méghozzá minden ember, a legszegényebb is, és a teljes ember test és lélek, szellemnek a kiteljesedése. A gazdaság egy eszköz, egy emberi tevékenység, aminek azt kell szolgálnia, hogy az emberek teljesebb, hitelesebb módon élhessenek. Csak akkor jó a gazdaság, ha ezt szolgálja. Mi azt gondoljuk, hogy a gazdasági élet helyes alaptörvénye nem a szabad verseny, ahol az erősebbik győz. Sokan, közgazdászok azt mondják, hogy hát szépek ezek a keresztény elvek, de nem működnek. Az evolúcióban is így volt, hogy az erősebb fölfalta a gyöngébbet. Az erősebb állatfajok győztek. És lehet, hogy ez nem szép, gazdasági életben is ez működik. Így pörög a gazdaság. Nem ez a valóság. Az evolúcióban sem. Nem a legerőszakosabb állatfajok győztek. A legerőszakosabb állatfajok nagy része kipusztult, mert vagy a saját táplálékláncát fölfalta, vagy a fajtársait fölfalta, a legalkalmazkodó képesebb állatfajok maradtak meg. És az emberi világban ez még inkább így van. Ha elképzelnénk mondjuk egy családot, ami úgy működne, hogy szabad verseny. És akkor kinek lesz igaza? Lehetőleg nekem legyen, meg én legyek boldog. Ebből soha egy boldog, életerős család nem lesz. A testvérek között kicsit azért ez megvalósul. Igen, de azok inkább az árnyoldalai testvéri szeretetnek. Igen. Egy államon vagy egy nemzeten belül, ez ugyanígy van, meg az emberiségen belül, önzően egymás ellen küzdő érdekekből soha egy boldog, életerős nemzet vagy emberiség nem lesz. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a gazdasági élet alaptörvénye nem a szabad verseny. Hogy a gazdaság nem egy erkölcsmentes terület. Nincsenek erkölcsmentes területek. Ezt is a szeretet, meg az igazság, a szolidaritás, a méltányosság elvei alapján kellene szabályoznunk, rendeznünk. Vagyis az egyházunk ennek a vad harácsoló gazdasági rendszernek nagyon is ellene van. A GDP önmagában egy nagyon félrevezető szám. Például, ha az óceánban egy olajszállító hajó fölborul, és egy hatalmas olajfolt keletkezik, azt rengeteg ember eltakarítja, ők fizetést kapnak, adót fizetnek. Ez egy GDP növelő dolog. Ha valaki otthon ápolja nagyszüleit, szüleit, az GDP szempontból nulla. Vagyis ez egy nagyon félrevezető szám. A gazdasági élet célja, és ebben kellene mérni, az emberségünk növekedésében. Az emberiségnek nem mennyiségi növekedésre kéne törekednie. A földünk erőforrásai végesek, tehát ez zsákutca. Minőségileg kellene növekednünk. Művészetben, tudásban, emberi kapcsolatban, imádságban, szeretetben. Belülről kéne gazdagodnunk. Ez az igazi GDP, ezt kellene mérnünk. És érdekes módon vannak olyan statisztikák, mérések, amik azt mutatják, hogy a vagyoni gyarapodás az egy ideig az embernek a boldogság érzetét növeli. De egy idő után nem. Mert az ember nem arra született, hogy gyűjtsön, harácsoljon, birtokoljon. Hanem arra születtünk, hogy szeressünk, adjunk, alkossunk, építsünk. Az ember társas lény lényege szerint, tehát hozzánk tartoznak a fele barátaink, az afrikai is, az ázsiai is. Nem tud teljesen nyugodtan enni,
az amerikai dúsgazdag sem a roskadásig teli asztal mellett, ha tudja azt, hogy ennek a gazdagságnak ára van, hogy másut éheznek. Akkor lehetnénk felhőtlenül boldogok, ha éreznénk azt, hogy a föld asztaláról mindenkinek bőségesen jut. És amikor mondjuk rájövünk mi, egyszerű emberek, rájövünk arra, hogy nekünk nagyon-nagyon sok van, míg másoknak kevés van, akkor mit tehetünk? Tehát mondjuk föltámad egy ilyen lelkismert furdalás valaki, akár Nyugat-Európában, akár nálunk, akár Észak-Amerikában, akkor mit csinál az ember? Mit lehet tenni? Nagyon sok szintje van ennek, tehát nyilván mást tehet egy pozícióban levő ember, akár tudomány, gazdaság, közélet, nagy felelősség. Az egyházunk azt tanítja, hogy a közéletben való szereplés, úgymond a politizálás, az ember szolgálat egyik legnemesebb módja. Tehát sokat lehetne tenni. Voltak egyébként nagyszerű keresztény politikusok, akik ezt megtették. Hadd idézek föl egy példát, ami talán közismert. 19. század első fele, Anglia. William Wilberforce és mások a rabszolgaság ellen egy óriás küzdelmet folytattak évtizedeken át, és keresztül vitték. És a nagy brit világbirodalomban eltörölték a rabszolgaságot. Ezt egyszerű, majdhogy nem azt mondhatnám fanatikus, keresztény politikusoknak az óriás küzdelme érte el. Tehát egy nagyon szép munka lehetne ez is. De nyilvánvalóan kicsi szinten, és ezt megtehetjük. Azt gondolom, nagyon fontos mindig világosan látni, hogy a szeretet kötelessége először is vonatkozik a legszorosabban ránk bízottakra. Akár mondjuk házastárs, gyermek, szülő, testvér. Tehát egy nagy önállítás azt gondolni, hogy szeretem az afrikaiakat, meg a szomszédnénihez minden nap bemegyek, de mondjuk a férjemnek soha nem főzök, és soha nem öleltem meg az utóbbi egy-két évben. Önállítás. Tehát fontos a szeretetnek ezt a rangsorát megtartani, illetőleg reálisan szeretni, nem gondolatban. Azokat, akik reálisan ott vannak mellettünk. De hát aztán lehet ezt a kört egy kicsit tágítani. És azt gondolom, hogy például Magyarországon a cigány testvéreink hatalmas hátrányokkal, nehézséggel küzdenek. Ezt néha mi a szakadék túloldaláról, mert szinte, mint a két külön világban élnénk, föl se tudjuk fogni. Egy cigány családba beleszületik egy kisgyerkőc, akkor rengeteg szót meg se tud tanulni, mert a szülei azokat a szavakat nem beszélik, vagy hibásan ejtik ki. Becsöppen az iskolába, vagy óvodába. Meg se érti, amit a tanárnő, vagy az óvónő mond. De ez most már így, hogy ennyire már a cigány családokban is ott vannak ezek okostelefonok, vagy még nincsenek, még mindig. Tehát a tömegkommunikációs eszközök, tehát azt mondják, hogy nyomortani, de már ott volt a szatelit, vagy nem tudom micsoda. Tehát, hogy ez nem oldotta, vagy ez nem segítette ezt a kulturális megoldottságot, igen. Nyilván az egész alakul, nem mindig pozitív. Nem mindig, aha, pont. A technikai eszközöknek is inkább a negatív hatása az, amit tarul. A kábítószer fogyasztás, például a legszegényebb cigány családok körében döbbenetes. Prostitúció, és hát mindenfajta szörnyűség. Nehéz. Akár mondjuk egy ilyen dolgot is kevesen értenek, hogy legtöbb cigány családban majdnem mindig megy a zene, meg a tévé, egyszerűen néha kettő-három is jó hangosan beszélnek, és bekerül a kisgyerkőc az oviba. És óvó néni valamit úgy szépen nyugodtan mond, meg se hallja, meg se érti, föl se fogja. Soha életében vele ilyen nem történt, hogy le kellett volna ülni, anyuka valamit csendesen mondott, vagy mesélt, vagy felolvasott, ilyen soha nem volt. És akkor az óvó néni dühös lesz, hogy ez a gyerek rossz. Közben a gyerek nem rossz. Ebben nőtt föl. És főleg, ha fiú, akkor ez duplán meg szokott történni, és állandóan szidják, állandóan ő az utolsó, és akkor lassanként 4-5 éves korára egy cigány kisfiú tele van tüskével. Haragos, dühös, vad. De hát ezt félig meddig mit csináltuk? Az óvónő
fejéig el se jutott az, hogy nekem most 2-3 hónapot csak arra kéne szánnom, hogy ez a Józsika leüljön a kis székre és figyeljen. Ezt meg kell tanítani, hogy figyeljen, csöndbe legyen, ráérezzen ennek az ízére. Tehát néha nagyon mínuszból kell elindulni a nevelés terén. Hadd mondjam el, hogy a legelső cigánymise, amit tartottam Esztergomba ilyen nagy közösség előtt, egy kb. 200 cigány jött el különböző helyekről, szörnyű volt. Volt olyan, hogy megszólalt a telefon, a bácsi jó hangosan ott letárgyalta a hívást, volt, hogy kisgyerek kijött, húzogatta oltárterítőt, senki nem szólt rá. Tehát nagyon-nagyon rossz érzésem volt, ahogy a misének vége lett, magamban azt mondtam, hogy ilyet soha többet. De egy tévedés volt. De hála Istennek kipihentem magam. 2 hónap után újra meghirdettük. Újra ott volt nagyjából ugyanaz a 200 ember. És azzal kezdtem, hogy beálltam mindig általában körülmegyek a templomban, mindenkinek köszönök. És akkor, ahogy az ének elhallgat, odaálltam középre kis mikrofonnal, és jó halkan elmondtam, hogy Isten házában vagyunk. És mint a kicsi Sámuel, hallgatjuk őt, mondjuk, hogy szólj, Uram, hallja a te szolgád. Csendben vagyunk, átgondoljuk, megérezzük őt. Halkan kopogtat, szelíd szellő suhogásában. Olyan döbbenetes csend lett, hogy magam is elcsodálkoztam. És az egész mise csendes volt. Elég volt elmondani. Vagyis a cigány testvérek nagyon is alakíthatók, formálhatók. És azt gondolom, bátran meg kell mondani. Tehát cigánysággal kapcsolatban én mindig azt érzem, hogy szeretettel, tisztelettel soha nem megsérteni, megalázni, de bátran. El kell mondani, amit kérek, meg kell magyarázni, és megérti. De az fontos tudni, hogy itt van egy óriás lemaradás. Ez talán nem gondolja át minden magyar, vagy hát sápadtarcú honfitársunk, mert a cigányok is magyarok. Igen. 600 év óta itt vannak. Sokan nem gondolják át, hogy a cigányság nagy többsége kb. 80 évvel ezelőtt csöppent be a civilizációnkba. Itt éltek, de a falvaknak a peremén. Érsekvadkerten, ahol voltam sokáig, ott az idősebbek elmondták, hogy ők a cigány gödörben születtek. Putrikban laktak. Tehát földbe vájt lyukakban. Nem volt mosakodás, nem volt idő, nem volt munkahely, semmi nem volt. Nyomor volt. Meg egymás közötti néha nem túl szép családi történetek. Alig 80 éve csöppentek bele abba, amit a magyarság ősei 1000 éve tanulnak. Vagyis ezt mind megtanulni, hogy mi az, hogy írni, olvasni. Mi az, hogy idő, mi az, hogy munkahely, magántulajdon, tisztálkodás és millió más, nem megy. Tehát ez nemzedékek kellenek, ez nekünk sok türelem kellene. Ahogy a magyarság megérkezésekor az őseinknek sok kedve ahhoz, hogy földet műveljenek, nem volt. Kalandozásokból akartak élni. És akkor voltak jámbor szerzetesek, akik hittek abban, hogy ebből a kicsit vad népből lesz keresztény nemzet. És így is lett. 2-300 év alatt lassanként a társadalmunkat átjárta a kereszténység. Most amit akkor kaptunk, azt vissza kellene adnunk a cigány testvéreink felé. Volt egy atya, aki nagyon sokat foglalkozik cigány emberekkel, és elmondta, hogy egyszer egy kisfiú elé állt, és azt mondta, hogy atya, mondd meg nekem, hogy én mit vétettem, hogy engem az Isten cigánynak teremtett. Úgy érezte, hogy a cigánsága átok. Egy láthatatlan C betű a homlokán nem tudja letörölni. Egy szörnyűség, egy teher. Milyen jó lenne egy olyan társadalomban élni, ahol egy cigánygyerek nem így nő föl, hogy ez egy szörnyűség, egy átok. Ha tudnánk a sugározni felé, amit a Teremtő Isten mond is neki, hogy éppen úgy, mint bárki más, ő is az Isten remek műve, az ő gyermeke. Éppen olyan méltósága, kincse van, mint bárki másnak. Jézus érte is ugyanúgy meghalt. Ha egy cigány ember ezt megsejti,
egész élete átalakul. Azt gondolom, hogy nekünk keresztényeknek ezt az örömhírt kellene éreztetnünk, közvetíteni szóval, de leginkább az életünkkel. János, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és elfogadtad a meghívásunkat. Önöknek, nektek pedig a figyelmet. Ez volt a Lélekszava Podcast. Ezt az epizódot, ahogy az összes többit meg lehet tekinteni a Szociális Testvérek Társaságának a honlapján, vagy a közösségi oldalain. A hithallásból fakad.